Juhász Erzsébet íróra, kritikusra, irodalomtörténészre síremléke előtt koszorúzással és főhajtással emlékeztek családtagjai, barátai és tisztelői. Ezután a könyvtárban irodalmi estet tartottak, esti följegyzések Juhász Erzsébet életművéhez címmel. Alig telt el 16 év a halála óta, és amikor ez az intézmény megkapta, fölvette Juhász Erzsébet nevét, akkor volt, aki megkérdezte tőlem, hogy ki volt. És ennek nem szabad megtörténni. Az est vendégeit Lovas Ildikó is köszöntötte. Az MNT kulturális tanácsosa kiemelte, 2 éves munka és küzdelem áll a Topolyai Könyvtár névváltoztatása mögött, és ezt a célt a Magyar Nemzeti Tanács és a Topolyai Önkormányzat közreműködésével sikerült elérni. Azért örülök annak, hogy ez lezárult, és ennek a könyvtárnak én már Juhász Erzsébet könyvtár a neve, mert egy olyan folyamat végére tett pontot, ami csak is így végződhetett, és ez erőt ad mindazoknak, akik az intézményeik elnevezésén gondolkodnak, akik méltó helyet kívánnak biztosítani olyan alkotóknak, akik a vajdasági magyar kulturális tér meghatározó emberei. Juhász Erzsébet szépirodalmi, esszé, kritika és tanulmánykötetéiről Sági Varga Kinga beszélt, felvázolva az irodalmár életművét. A kisebbségi helyzetben megmaradni nem csak emberként, hanem íróként is, és egyáltalán irodalomban gondolkodni, vajdasági magyar irodalomban gondolkodni mit jelent. Ezek a témák állandóan visszajönnek a műveiből. Gazsó Hargita kutatásait ismertette a topolyai közönséggel. Juhász Erzsébet levelezésével foglalkozom. Egy kutatást kezdtem pár évvel ezelőtt, amikor is a topolyai 3 közintézményben lévő Juhász Erzsébet hagyatékot átnéztem. A Juhász Erzsébet levelek után kutattam. Az írónőre emlékezve alkalmi kiállítást is szerveztek. Az est végén a résztvevők megtekinthették a Juhász Erzsébet sarkot, ahol az irodalmár hagyatékának egy része, könyvei, könyvespolcai, személyes tárgyai állnak.